Július 31-én az ország középső részén leáll az analóg televíziós sugárzás, helyette csak digitális módon lehet majd televíziózni, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatója. Zsupán Attila elmondta, azokat érinti az átállás, akik eddig szoba vagy tetőantennával tévéztek és csak három adót tudtak nézni. Panulin Ildikó interjúja. Magyarországon 2013 a digitális átállás éve, egy korszerűbb televíziózásra ér át az ország. A digitális átállás lényegében azt jelenti, hogy a hagyományos analóg földfelszíni műsorszórás megszűnik, és helyét mindenhol átveszi a korszerű digitális adásközvetítés. Erre több okból van szükség, egyrészt Európai Uniós kötelezettségük, hogy az analóg műsorszórásra felhasznált frekvenciasávokat kiürítsük, és korszerű mobil szolgáltatásoknak adjuk át őket, másrészt pedig a magyar televízió nézők se maradjanak le a televíziózás korszerű lehetőségeiről, ezért van rá szükség. Kiket érint ez, azokat, akik szobaantennával néznek tévét? Igen, a digitális átállás érintettjei azok, akik szoba vagy tetőantennával tévéznek, és kizárólag három csatorna adását fogják, az M1, az RTL, illetve a TV2-t látják, és nem fizetnek előfizetési díjat. Ők azok, akik még mindig hagyományos analóg módon televízióznak. Egyébként magukra ismerhetnek arról is, hogy az analóg adásokban, M1-en, az RTL-en és a TV2-n is a képernyő alsó csíkjában egy üzenetet látnak arról, hogy ez az adásmód július 31-ével az ország középső területén megszűnik, illetve a képernyő sarkában egy digitális átállás logót és egy visszaszámlálót is láthatnak, ebből tájékozódhatnak, hogy hány napjuk van még arra, hogy felkészüljenek a digitális átállásra, illetve itt találják meg azt az információs vonalat is, annak a számát, amelyet hívhatnak, hogyha segítségre van szükségük. Ez a 0680 38 39 40-es ingyenesen hívható telefonszám. Hogyan kell egyébként átállni ilyenkor? Én ha jól tudom, akkor kell egy úgynevezett set-top box, tehát egy készülék. Igen, a régi tévékészülékét mindenki megtarthatja, nem kell új készüléket venni. Elegendő egy úgynevezett set-top box vagy jelátalakító készülék, illetve egy tetőantennára is szükség lesz a digitális vételhez. Ezeket az eszközöket egyébként bármely szakboltban, műszaki boltban be lehet szerezni, körülbelül 20 000 forintos költséggel. Ezzel az antennával, illetve a set-top boxsal az eddigi három adás helyett immár 7 fogható ingyenesen, sokkal jobb kép- és hangminőségben, és digitálisan. Vannak arról adatok, hogy hányan vannak, akik semmilyen kábelszolgáltatóhoz nem kapcsolódnak, és szobaantennával tévéznek? Erről különféle és igen eltérő adatok vannak. Mi az országos digitális átállás kezdetén egy felmérést végeztünk, és körülbelül 475 000 olyan háztartást azonosítottunk, ahol nagy valószínűséggel még csak az analóg televíziózás elérhető. Őket mi személyesen látogatjuk meg a digitális átállás támogatási program keretében, felmérjük, hogy szociálisan rászorulók-e, illetve analóg módon televízióznak-e valóban, és ha igen, akkor náluk ingyenesen beszereljük a digitális átálláshoz szükséges vételi eszközöket, a set-top boxot, illetve a televízió antennát. Zsupán Attilát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatóját hallották.